nem mindennapi feladatokat kellett teljesíteniük azoknak, akik jelentkeztek erre a megmérettetésre. 8 állomás helyen oldhattak meg feladatokat. Ha ez sikerült, értékes nyereményekkel lehettek gazdagabbak. Mi most vagyunk negyedszer, tehát az elmúlt 3 évben is voltunk, és hát sikerült is megnyerni a helyi versenyt, úgyhogy az országos döntőbe is szerepelhettünk. Ez a cél ismét. A kihívások megoldása közben mind a gyerekek, mind a szülők jól szórakoztak, de még hasznos ismereteket is szerezhettek, nem csak a közlekedés biztonságról, hanem akár az első segélynyújtásról, bűnmegelőzésről is. A rendőrség célja az volt ezzel az akcióval, hogy minél fiatalabb korban tanítsák meg a gyerekeknek, hogy biztonságosan közlekedni csak a szabályok betartásával lehet. Mind a szülők, mind a gyerekek kell, hogy versenyezzenek. A szülőknek van autóvezetés, ügyességi pálya, városi vezetés, gyerekeknek van kerékpáros ügyességi pálya, illetőleg közösen oldanak meg kresztotókat, más ügyességi feladatokat, illetőleg van még elsősegélynyújtás, a katasztrófavédelem munkatársai is egy állomáson ott vannak. A nap győztese a Molnár család lett. Ők azok, akik bejutottak a szeptember elején tartandó országos döntőbe, amit Visegrádon tartanak majd. Fődíja pedig egy személygépkocsi lesz.